Sziasztok! A mai részben azt szeretném megmutatni, hogyan kell kicserélni egy ilyen hátsó keréknek a belső gumiját. Nézzük, mi kell hozzá. Egy új belső gumireszedő, szerszámok, pompa! Pár perc. Kiveszem a kereket. Most azt következik, hogy leszedem a külsőt. Szépen beteszem a perem alá a gumireszedőt, mivel ez nagy kerék, és ezáltal nagy a felni, nagy a gumi, azért könnyű leszedni, de azért kell egy kis segítség. Elég bőven egy leszedő ahhoz, hogy le tudjuk szedni. Természetesen csak akkor, ha teljesen le van élesztve a kerekünk. Lecsüggedjünk át, hogy sikerül elsőre. Nem egy nehéz munkát. Nem is van. Ezután eltávolítom a szelepsapkát. Szeleppel általános oldalon. A már leszedett oldal irányába. Egyszerre a belsővel együtt leveszem a külsőt. És kihúzom a belsőt a felnőről. Kiveszem a régi belsőt. Pluszba bele szoktam tenni egy belső plusz védelemért, de vannak erre szak termékek, amik direkt erre vannak kitalálva. Védelmet is ki kell venni, ha voltunk olyan szerencsések, hogy azzal lukadt ki. Nézzük át alaposan a külsőt. Fújjunk bele egy kis levegőt az új belsőbe. Még utoljára nézzük át a felni szalagot, hogy helyén van-e. Tegyük fel a külsőt. Nagyjából bármilyen külsőt rakunk föl, ellenőrizzük a forgás irányát előső, illetve hátsó feltétel, illetve a kerék esetén is. Itt azt írja, hogy a hátsó kerék az arra forog, az első pedig erre. Tehát akkor nekünk erre fele kell fölraknunk. Vagyis... Ups. Tegyük bele a belsőt. Most a védelmet kihagyom. Mindezek után jön az egyszerű része, és szépen mindent bele kell pattintani a helyére. Szeleptől szelepig körbe menve. Pattintsátok vissza. Hajtogatósnál teljesen mindegy, mert így is úgy is kisebb lesz. Én. Kész is van. Már csak föl kell fújni. Vissza a szelep rögzítő anyát, a szelep sapkát. Ha itt a látnéztétek, ha mindenhol rendben van-e. Pörgessétek át. Helyezzétek vissza a kereket a helyére. Meg kell húzni a csavarokat.